Modern épületek és modern felszerelések. Gyerekeknek és itt dolgozóknak egyaránt jobb ilyen körülmények között tölteniük a mindennapokat. Az önkormányzat mozzárult projektjében több oktatási intézmény is korszerűsödhetett a 995 millió forintos, 100%-os visszanemtérítendő pályázati forrásból. A gyerekek bölcsődében vagy óvodában kezdik meg az igazi közösségi életüket, ez pedig nem mindegy, hogy milyen állapotok között. Ezek az intézmények elég régiek voltak már abból a szempontból, hogy elhasználódtak a burkolatok, elhasználódtak azok az eszközök, amelyekkel a gyerekek mindennapjaikat élték az óvodákban, illetve a bölcsődékben. A belső nyílászárók és minden olyan az ingatlanban elhelyezett eszköz, legyenek azok konyhai eszközök is, amelyek nagy igénybevételnek vannak kitéve. Ezért volt szükség arra, hogy ebben a projektben ezek korszerűsödjenek, megújuljanak, hogy egy egészséges és biztonságos környezetet teremtsünk a gyermekek számára. Padlócsere, falfestés, a konyha megújítása. Többek között ilyen felújítások valósultak meg az intézményekben. A számítógépek beszerzése, illetve a légtisztító berendezések beüzemelése pedig főleg a munkavállalók hétköznapjait segítik. A projektnek köszönhetően a bölcsődei férőhelyek 76-tal nőttek, illetve 1086 óvodai férőhely újult meg a programnak köszönhetően. Próbálunk növelni, mert hál' Istennek gyerek van Nyíregyházán, elég sok is, legyen minél több, ezt kívánom a közeljövőben. És ugye a helyszám az nagyon fontos. Az sem mindegy, hogy minden asszanak a gyerekek, tehát nekünk az a jó, hogyha az óvodai csoportjaink azok telített létszámmal mennek, és egészségesen, tehát nem csak úgy, hogy mindenki behordja a belváros környékére a gyerekeit, és akkor ott a gyerekek lényegében nagyon szorosan vannak, hanem egészséges elrendezéssel. Ezért is újítunk, hogy aki mondjuk kintebb lakik és tudja a gyerekét bármilyen külső tagintézménybe hordani, akkor tegye azt meg, mert nem teszünk különbséget a belváros, és nem teszünk különbséget Nyíregyháza külső kerületei között egyáltalán. Mindegyik egyaránt fontos. A keddi projektzáró rendezvényen elhangzott. A polgármesteri célkitűzés ezzel a pályázattal megvalósult, tehát minden önkormányzati gyermekintézmény megújult, korszerűsödött Nyíregyházán. Amennyiben szükség van például új játszóeszközök beszerzésére a most befejeződött projekten túl, akkor természetesen a jövőben is folytatódhatnak a fejlesztések, tette hozzá dr. Kása Brigitta, a jegyző. A közel 1 milliárd forintos forrásból 8 óvoda és 1 bölcsőde újult meg Nyíregyházán.